Sziasztok! Sziasztok! Előző részben beszélgettünk a HAL Neonuk-nak a vendor függetlenségéről, és ahogy ígértük, most átnézünk pár érdekesebb funkciót is. Kezdjük a provisioning-gel. Ugye a standard megoldások mellett, mint például a DHCP Option 6067 vagy az UMCI, a HAL bevezette a TR069-es protokollt is, ez szerintem egy nagy segítség. Így van. Illetve, hát végülis provisioninghez lehet mondani, az OLT relatív ritkán kérdezi le az ONUK-nak a forgalmi meg jelszín statisztikáit, úgyhogy van egy szűkített SNMP parancs eszköztárunk is, amivel konzekvensen az ONU-ról le tudunk kérdezni infókat. Amitnek a MIBI-t ugye a hangja egy az egybe odaadja. Ja, persze, természetesen. Ahogy már az előző videóban erről beszélgettünk, illetve bevezette a hajni kevés más szolgáltató mellett az IPv6 filteringet, ami az RFC 6092-es ajánlás alapján működik, illetve a Mikrotik mode buttonokhoz képest, ugye ahhoz hasonlóan megcsinálták azt is, hogy a reset buttonokat tudod menedzselni, hogy miket csináljon, milyen funkciókat hajtson végre, illetve, ha jól tudom, akkor ugye szétszették a grafikai GUI-s felületet is kétfelé. Így van, van egy szolgáltatói, meg van egy végfelhasználó is, tehát mi mondhatjuk meg, hogy a végfelhasználó az mihez nyúlhat hozzá, változtathatja az az SSID-t, nem változtatja az SSID-t, tűzfalbeállítások, így van. Teljes mértékben, NAT-okat, port-forwardokat, illetve ami nekem nagyon tetszik, és nagyon jó megoldás, és eddig még nem is nagyon láttam más OLT-s tuccoknál, Management VLAN-on bevezették az IPF szervert, így könnyen lehet a hálózaton sávszélességeket mérni. A következő nagyobb ilyen funkció, ami vagy érdekesebb, az pedig az EasyMesh támogatása. Ez azt jelenti, hogy bármilyen olyan ónunk, ami 4x4-es MoMIME-ot támogat, lehet EasyMesh kontroller. Semmi nem kell hozzá, ez jár hozzá, nincs extra licenc, semmi. Ahhoz, hogy EasyMesh hálózatot tudjunk építeni, kell vennünk szateliteket, hívhatnánk, vagy home gateway-eket, ki hogy hívja, természetesen a HALNI portfóliában ebből szerintem 4 is szerepel, ez egy külön epizód lesz majd, amikor ezeket tárgyaljuk. Nagyon egyszerűen működik, van a ONUNK, amibe bekapcsoljuk ezt a funkciót, és a szateliteket vagy bekábelezhetjük, vagy Wi-Fi uplinkkel is meg tudjuk táplálni, és akkor van egy otthoni, nyilván ez nem egy ipari grade mesh hálózatunk, amin az egész Triple Play szolgáltatás csomagot át tudjuk vinni, ez nagyon fontos, hogy később akár egy IPTV-t vagy egy IP-telefont a Wi-Fi-n keresztül a nap hálóba is le tudunk szedni a streamről. Jó, hogy mondod ezt a hálós megoldást, ami nagyon tetszik a hajni megoldásai között. Ugye megcsináltak a LAN-2-t, aminek az a lényege, hogy például képzeljétek el, hogy van egy jelenlegi rádiós hálózatotok, ahol rádióval szolgáltatok internetet, viszont elkezdtek a faluba vagy a városba optikázni. Nem kell egy házon belül végigkábelezni az egészet, hanem elég a rádióig bekábelezni az optikát. Oda kiraktok egy bármilyen egyszerűbb egyportos, bridges OLT relay-nek egy onut, lentre meg az Etherre rárakjátok a nagyobb hajni rútert. Így van, négy portos rútert. Így van, és a LAN negyedik portján meg tudjátok mondani, hogy az legyen a hajninak a van portja, így kvázi le tudjátok vinni a teljes OLT-s hálózatotokat közvetlen az alsó hajni rúterig. Ami valójában egy ONU, csak most tudta funkcióként fog működni, így van. És hogyha ez egy akár 4x4 MoMIME-os, akkor Wi-Fi kontroll, mesh kontrollerként is tud üzemelni. Tehát nem kell újra hálót kábelezni az egészet. Ez, így ez van, illetve ha jól tudom, van valami RTS megoldása is. Igen, igen, a üzleti előfizetőknek van az inkább számba, de az összes olyan ONU, ami van USB port, arra, hogyha egy 3G vagy 4G modemet dugunk, egy LTE sticket, akkor ha az optikai uplink megszakad, azonnal átáll a 4G-s hálózatra, és értesítést küld, hogy az optikai linkünk az meghalt. Beszélgessünk egy kicsit a supportról. Igen, ez nagyon fontos. Ugye, ahogy mondtuk, a HAL-net azt Lengyelországban gyártják, Lengyelországban készül a szoftver is, a firmware, ezért a reakcióidő sokkal gyorsabb, ha más nem a mi oldalunk, mint disztribútor, hogy egy időzónában vagyunk a fejlesztőkkel. Ebből azért voltak problémáink, igen, ahol ez nem igaz. Igen, egy kicsit lassabb a kommunikáció. A firmware-ek 2-3 hetente jelenik meg egy új firmware. Ez nem csak azért van, mert új hibákat kell javítani, nyilván ez is benne van a pakliba, de új funkciók vagy új kompatibilitások is bekerülnek. Tehát ahogy beszéltük az előző videóban, hogy
attól, hogy egy brandet támogat, mondjuk egy Huawei-jel kompatibilis a HANE, az említi, hogy az összes Huawei OLT-vel, és ezek az újabb és újabb OLT-típusok, vagy újabb OLT-firmware-hez való igazodások, ezek a folyamatos firmware upgrade-ekben érkeznek hozzánk, természetesen ingyen és bérmentve. Illetve, ha jól tudom, akkor a HANE-tól lehet egyedi tokozású, egyedi megoldásokat is kérni. Igen, úgy kezdjük, hogy lehet ugye akár saját logóval kérni az ONU-kat, ez a legegyszerűbb személyre szabás, de ha ez azért jellemző a nagy szolgáltatókra igaz, hogy ott szoktak előkerülni olyan igények, amit a firmware-be bele kell építeni, vagy funkciókba, és akkor ez természetesen ennek semmi akadály nincsen, erre a lengyel fejlesztők relatív gyors reakcióidővel tudnak lépni. Illetve azt se felejtsük el, hogy ugye tartozik hozzá egy Android app, ami a felhasználói oldalról lehet vele menedzselni az otthoni routeredet. Kis Cloud Keyhez hasonló alapfunkcionalitást képzeltek el, tehát nem egy túl szofisztikált dolog. Nem, igazából itt a jelenlegi throughputot tudod megnézni, személyre tudod szabni a Wi-Fi-det, minimális kliensedet látod. Igen, a klienseket látod folyamatosan. Ahogy a HANE külső tokozását, ugye az Android appot is tudod személyre szabottan kérni saját logóval, amit ugye neked kibrendelnek a store-ba. A store-ba. És azt hiszem, hogy iOS-ra is. Úton van az, és csak ott ugye lassabban folyik át az, hogy minden egyes szolgáltatóra külön applikációknél jelenjen meg, de természetesen ez is most folyamatban van. Ez egy újdonság, ez az utóbbi pár hónap szerzeménye vagy megjelenése. Referenciák, eléggé komoly referenciák vannak. Láthatok itt pár kiemeltebb referenciát, ezt inkább érdekességnek szeretném megmutatni, hogy a világon merre lehet találkozni HANE-okkal, tehát nem csak Európában, hanem messze már Európán kívül is elterjedt és közkedvelt termék. Érdekes megnézni a referenciákat, hiszen még mindig nagyon sokan félnek attól, hogy nem mernek használni vendor független onukat és vendor független berendezéseket, mert attól tartanak, hogy mi van, hogyha a gyártó gondol egyet. Igen, de akkor... ezt kiveséztük az előző videóban, hogy ez nem így működik. Szerencsére a világ már változott ebben. Ráadásul a HANE az garanciát vállal abra, hogy nyilván vannak egy feltételei, hogy x éven belül biztosan támogatva lesz az a OLT, amihez megveszitek a HANE oldalról. Ezt szerződésbe is lehet foglalni. Köszönjük a figyelmeteket! Sziasztok! Sziasztok!